Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ebben a videóban bemutatom nektek, hogy szerintem a Panasonic S5 miért az egyik legjobb választás vlogolás szempontjából, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Először is, ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen tulajdonságokra van szükségünk a vlogolás során. Az első ilyen tulajdonság az szerintem elég egyértelműen a kompaktság és a méret, hiszen, ahogy látjátok, most is kézből tartva az S5-öt a 20-60-es kitobjektívvel, így vlogolok, és akár ezt egész nap meg tudnám csinálni, hiszen annyira kompakt és könnyű az egész rendszer, úgyhogy még így kitartott kézzel is bőven szerintem egész nap tudnám tartani ezt a rendszert, úgyhogy talán ez az első és legfontosabb dolog, a kompaktság és a méret. Ebben a tulajdonságban az S5 pedig rendkívül jó, ahogy ezt korábbi videókban és tesztekben láthattátok tőlem, úgyhogy vlogolás az első pipa, meg is van. Talán a második funkció, ami vlogolás szempontjából szerintem létszükséglet, az nem más, mint a stabilizáció, hiszen ahogy most is látjátok, egyszerűen kézből tartva vlogolok, és szerintem elég jól stabilizálja a gépünk és az objektívünk a felvételt, és nincs semmiféle gimbalra, vagy bármiféle stabilizáció eszközre szükségünk, hanem egyszerűen a szenzor stabilizáció és az optikai stabilizáció teszi a dolgát. A következő ilyen funkció, amit egyébként rengeteg gépből kihagynak, az nem más, mint a kihajtható LCD kijelző. Most is oda nézek, és nagyon-nagyon megkönnyíti a dolgomat, hiszen bármerre nézek, és bármerre komponálok éppen, vagy bármit akarok bemutatni, elképesztően megkönnyíti a feladatomat, hiszen itt tényleg tudom látni, hogy konkrétan éppen mit csinálok. Hogyha nem lenne ilyen kihajtható kijelzőm, akkor a vlogoláshoz gyakorlatilag egy alkalmatlan gépem lenne. Az S5-ben egy szuper jó kis kihajtható kijelzőjű LCD kijelzőt kapunk, úgyhogy ez is egy olyan dolog, ami kötelező vlogolás szempontjából. A következő dologról szerintem elsősorban nem a vlogolás jutna eszünkbe, viszont ha jobban belegondolunk, akkor baromira hozzáad annak értékéhez. Ez nem más, mint hogy az S5 az egy full frame-es kamera. A vlogolás során ugye alapvetően magunkat filmezzük, és azt szeretnénk, hogy mi élesek legyünk, és a háttér sokkal kevésbé legyen éles. Na, a full frame-es szenzorméret az ebben is nagy segítségünkre van, hiszen a nagyobb szenzorméretnek köszönhetően már egy f3,5-ös objektív is, akár ilyen életlen hátteret el tudunk érni, és sokkal jobban kiemeljük magunkat, ami a témának jelen esetben a lényege. Úgyhogy ha a full frame-es S5-ünket párosítjuk egy nagyon gyors és nagy fényerejű objektívvel, akkor elképesztően homályos hátteret tudunk elérni, ami alapvetően szerintem megkülönböztetni az amatőr telefonos vlogolásokat a professzionális kamerákkal való vlogolástól. Egyébként a full frame-hez kapcsolódik az is, hogy a kamera nagyon jó ISO érzékenységben, ami azt jelenti, hogy sötétben is zajmentes felvételeket tudunk készíteni. Na már most ez egy vlogolásnál, ahol elképesztően kiszámíthatatlanok a körülmények, és nem tudjuk, hogy most éppen sötétben vagy világosban fogunk éppen felvenni, akkor ez egy nagyon-nagyon hasznos és tényleg fontos tulajdonság. Úgyhogy az, hogy a kamerának sötétben is jóval szebb a képminősége, az vlogolás szempontjából is bizony egy nagyon-nagyon pozitív tulajdonság. És ha már itt a gyönyörű képminőségről beszéltünk, akkor azért azt fontos megemlíteni, hogy ez az S5, az tényleg nagyon-nagyon szép, akár 4K-s felvételekre is képes. Nem mondanám, hogy ez feltétlen szükséges vlogoláshoz, hiszen mind a mai napig a Full HD az bőven elegendő tud lenni, viszont azt gondolom, hogy azért a 4K az kezd egy olyan standardré válni, amit a komolyabb vlog csatornákon azért már láthatunk, úgyhogy ilyen szempontból is szerintem a 4K, és az, hogy 4K-ban 4:2:2 10 bitben tudunk rögzíteni, az egy elképesztően nagy plusz és jó funkció, hiszen ez az egyik dolog, ami meghatározza a képminőségünket. Miről nem beszéltünk még? Akkumulátoridő. Ugye ez is egy nagyon fontos tulajdonság vlogolás szempontjából, hogy a kameránk üzemideje az nagyon jó legyen. Ahogy az elején említettem, a cél az, hogy minél kompaktabb, könnyebb és méretében kisebb fényképezőgéppel vagy kamerával tudjunk vlogolni, ezért nem szeretnénk semmiféle külső akkumulátort vagy bármiféle kiegészítőt, de szerencsére nem is kell, hiszen az S5-ben lévő gyári akkumulátor az bőven elegendő, hiszen ezzel kb. Egy ilyen 2-2,5 órát folyamatosan tudunk rögzíteni 4K minőségben, ami azt jelenti, hogy egy egész napos vlogoláshoz szerintem maximum 2 fog kelleni ebből, hiszen azért az ember nem forgat folyamatosan non-stop, úgyhogy egy ilyen pici kis plusz akkumulátort elrakunk a zsebünkbe, és egész napra megvagyunk, nem kell azon aggódni, hogy mikor fog lemerülni a gépünk. Beszéltünk itt már sok mindenről, de a kimutatások azt mutatják, hogy a hang az egy ilyen vlog videó szempontjából még sokkal fontosabb, mint a kép.
Úgyhogy az S5-nek ilyen szempontból is meg kell felelnie. Természetesen az S5-ben ilyen téren sem csalódunk, hiszen a fényképezőgép 3,5 mm-es jack portja lehetővé teszi, hogy akár ilyen csiptetős mikrofonnal, akár puska mikrofonnal, vagy más hangrendszerrel összekapcsoljuk a gépünket, és szép, tiszta hangminőséget kapjunk a videóinkba. A vloggerek egyébként alapvetően nem bajlódnak manuális fókusszal, hiszen nagyon-nagyon megnehezíteni az egész folyamatot, ezért alapvetően autofókuszt használnak, és ahogy látjátok, én is most végig az egész videó alatt autofókuszt használtam, hiszen ez sokkal egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi a dolgokat, és az ilyen vlog szituációkban abszolút teszi a dolgát a kamera, és nagyon jól megbízható, úgyhogy az autofókusz is egy kritikus tulajdonsága a vlogolásnak, szerencsére az S5-ben abszolút rábízhatjuk magunkat vlogolás közben. Úgyhogy ezek lennének talán a legfontosabb tulajdonságok, amik vlogolás szempontjából szerintem nagyon-nagyon fontosak, és az S5-ben megtalálhatjuk őket. Ezen felül még én nagyon szeretem a lassítási lehetőségeket az S5-ben, tehát akár a 4K 60 fps, vagy akár a Full HD 180 fps-ig felmehetünk, úgyhogy ezek nagyon kreatív módon ki tudják egészíteni a vlog videóinkat, illetve egy apró beállítás, aminek higgyétek el óriási jelentősége van, és én egyébként kevés kamerán tapasztalom ezt, az nem más, mint az LCD-n beállítható, hogy egy piros keret jelölje azt, hogy éppen forog a kamera, és hát nem is kell mondanom, azt hiszem, hogy egy ilyen vlog videó szempontjából milyen fontos, hiszen beszélsz fél órát a kamerának, és utána veszed észre, hogy végig nem ment a kamera. Ezt saját tapasztalatból mondom, úgyhogy lehet, hogy csak azért ilyen fontos nekem. Úgyhogy összességében vlogolás szempontjából is remek kis eszköznek tartom a Panasonic S5-öt, és arra bíztatlak titeket, hogy próbáljátok ki ti is. Én már így gyakorlatilag végigjártam az egész Misina tetőt itt Pécsen, úgyhogy megyek is vissza, és ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, iratkozzatok fel a Panasonic Magyarország YouTube csatornájára, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Panasonic.